Újabb akadály. Fogalmam sincs, hogy jutunk át. Nézd csak, kötelek! Ott meg valami kerék van. Forgassuk meg! Megindult! Szerencs, hogy ilyen kemények az izmaink. Hű, pulyka, csirke, sertésborda, karaj, tojás, lencse, hal. Nem hittem volna, hogy ennyi mindent találunk itt. Gyorsan pakoljunk fel, aztán siessünk a többiekhez. A hús, a hal, a tojás és a hüvelyesek csoportjának színe a piros. Itt találjuk a borjú, a marha, a sertés és a birkahúst, a vadhúsokat, a szárnyasokat, csirkét, kacsát, pulykát, a hústermékeket, felvágottakat, valamint a halakat grillezve, sütve, füstölve, illetve konzervformájában. Ne feledkezzünk meg a tojásról és a tojásos ételekről, a rántottáról vagy az omletről sem. Ide tartoznak még a hüvelyesek, a borsó, a lencse, a bab és a szója is. A piros csoport élelmiszerei sok fehérjét tartalmaznak. A fehérjéket az izmok megújításához, erősítéséhez használja a szervezetünk. Brr, milyen hideg ez a folyosó, mintha nem is a sivatag közepén járnánk. Gyorsan találjunk ki valamit, különben megfagyunk, még mielőtt eljutunk a következő élelmiszerekhez. Megvan, burkolózzunk be ezekbe a lepedőkbe, hogy ne fázzunk annyira. Zseniális ötlet volt. Nézd csak! Mik ezek? Mintha étolajos üvegek lennének. De úgy látom, van itt dió, magyaró és mandula is. Meg baj! Mitől ilyen csúszós? Kiömlött egy kancsó olaj. A zsírok, olajok és olajos magvak csoportjának színe a sárga. Ebbe a csoportba tartoznak a különböző növényi olajok. Az oliva, a mogyoró, a napraforgó és a repceolaj. A margarin és a majonéz, illetve az állati zsíradékok, a tejszín, a vaj és a zsír. Itt találhatók a diófélék. A földi mogyoró, a dió, a kókuszdió és az olyan zsíros gyümölcsök, mint az avokádó. A zsírok szervezetünk számára hosszabb ideig tárolható tápanyagforrásként szolgálnak. Megvédik testünket a hidegtől és az ütésektől is. A zsíradék gyakran megbújik, például az édességekben, a zsírban sült ételekben vagy a felvágottakban. Na hát, nézzétek, nem hiszek a szememnek. Vigyázz, ne nyúj hozzá, biztosan csapda. Ugyan már, mi lenne benne a csapda? Szerintem Csalinak tették oda. A lányok mindig csak akadékoskodnak. Nyugi, egy kis édesség még senkinek sem ártott meg. Na tessék, ugye megmondtam? Az édességek és cukrozott italok csoportját rózsaszínnel jelöljük. Ezek az élelmiszerek nem nélkülözhetetlenek az életünkhöz, de jól esik enni belőlük. Ide tartoznak a legkülönfélébb édességek. Cukorkák, nyalókák, torták, sütemények, lekvárok, a méz, a csokoládé és a fagylalt, valamint a cukrozott italok, mint például a szörp, a kóla és más üdítők. Ennek a csoportnak az élelmiszerei sok cukrot tartalmaznak. Némelyikben ráadásul sok a zsír is, tehát élvezzük nyugodtan az édességeket, de csak mértékkel. Valószínűleg a Sphinx szájába kell tennünk az ételeket, ha azt akarjuk, hogy feltárja a titkait. Nem történt semmi. Valamit elrontottunk. Biztos, hogy jól értetted a képet? Nem is tudom. Nézzétek csak! Olyan, mint valami képlet. Tényleg, sőt, akár recept is lehetne. Minden élelmiszercsoportnál figyelnünk kell a mennyiségre is. Kezdjük előről. Első a víz. Jó sok kell belőle. Tegyétek bele mindet. Következő a zöldség és a gyümölcs. Gyerünk, gyerünk, ebből is sok kell. Most jön a gabona és a krumpli. Elég lesz egy kicsit kevesebb is. Következnek a tejtermékek. Tegyétek oda őket.
Ezekből még kevesebb kell. Ugyanennyit tegyetek húsból, tojásból, lencséből és halból. Jöhet a zsír, az olaj és a dió, de csak egy kevés. Utoljára egy falatka édességet, de csak az élvezet kedvéért. És a Sphinx ezt a sok mindent most átváltoztatja varázsétellé? Igen, hogy persze! Ezek ugyanazok az ételek, sehol semmi varázslat. Hiába volt minden. Micsoda hülyeség. Épp ez a varázslat. Megtaláltuk a titkot. Tessék! Az a titok, hogy minden élelmiszerből annyit tegyünk, amennyit a piramis szintjei mutatnak. Többet kell lenni abból, ami alul van, mint a fölötte levőkből. Tényleg, igazad van. Zseniálisan egyszerű. És az egész mire volt jó? A Sphinx így akar rávenni, hogy többé ne tömd agyon magad. A varázsétel után kutató 7 gyerek visszatért felfedező útjáról. Kalandos expedíciójuk során ki akarták deríteni, hogy mi biztosítja a növekedést, az egészséget és a jó erőnlétet. Így fedezték fel a zseniálisan egyszerű titkot. Nem egyetlen varázsétel van. Minden élelmiszernek megvan a maga varázsértéke. Csak az a fő, hogy mindenből megfelelő mennyiséget együnk. A piramis alján elhelyezkedő ételekből bármennyit ehetünk. A középső ételfajtákból már kevesebbet. A piramis csúcsán található élelmiszerekből pedig csak egészen kis mennyiséget. Az egész világ megismerhette ezt a felbecsülhetetlen értékű titkot, hála a NutriKid gyerekeknek! A szinkront a Nestlé Hungária megbízásából a Masterfilm Digital készítette.